Jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Közelkép nézőit. Alakuló ülést tartott és nevet váltott az új összetételű országos roma önkormányzat múlt csütörtökön Budapesten. A cigány közösségek szövetségének jelöltje a debreceni Aba Horváth István lett az elnöke az országos nemzetiségi testületnek, amely mostantól magyarországi romák országos önkormányzata nevet viseli. Az új elnök a vendégem, köszöntöm a stúdióban Aba Horváth Istvánt, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát mindenek előtt gratulálunk az elnöki pozícióhoz. Mennyire volt előjele ennek, hogy önből akár elnök is lehet itt a választást követően? A mi közösségünkben nincsenek új dolgok. A CIKÖSZ már hónapokkal ezelőtt megválasztotta jelöltjeit, minden funkcióra, pozícióra volt jelöltje, és ahogyan szokás, általában egy-két embert megvizsgál, a feladathoz igazítja a személyiséget, a tapasztalatot, a tudást, a rutint, és az országos önkormányzat körüli nehéz helyzetet tekintve azért esett rám a választás, mert bennem egyesül a tapasztalat a rutinnal, a szakmaisággal, a közösségfejlesztéssel, és a vezetőség úgy döntött, hogy ebből a káoszból leginkább az én tudásom az, ami segíthet a felülemelkedésben. Ugye itt most egyértelmű, hiszen kétharmados többséggel nyert végül a CIKÖSZ. Ezt azt mondhatjuk, hogy valamilyen szinten azt is jelenti, hogy egységessé vált a roma társadalom, tehát valahol megvan az egység, nem annyira húznak szét, ezért ez egy döntő többség. Ilyet nem állíthatunk ebben a pillanatban. Mint a magyar társadalom szertehúzóan éli a mindennapjait, így a mi közösségünkben még inkább. Ott, ahol az emberek a mindennapos életükben nehézségekkel küzdenek, ott nincsenek beidegződött irányzatok, különösen politikai téren nem. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy politikailag megválasztják a családjukat, és ott is maradnak, de a nagy többség az, ahogy a szél jön, ahogy a vitorlába belekapaszkodik, az arra fog menni. Ez egy nagyon nehéz helyzet volt a választás során is, hiszen két évvel ezelőtt azt fogalmazta meg a CIKÖSZ, hogy egy olyan szakmai érdekképviseletet akar meghonosítani az országunkban, amelyben végre a cigány közösség tagjai kerülnek az első helyre, az ő érdeküket képviseljük, az ő bizalmukért fogunk dolgozni, és amikor ezt megszerezzük, akkor viszonozni fogjuk a munkánkkal, a döntéseinkkel. Ez, ahogy látszik, kétharmaddal sikerült, az országban 800 helyen van CIKÖSZ-ös roma nemzetiségi önkormányzat, 2600 jelöltünk van, és 200 koordinátorral végeztük azt a munkát, amelynek az említett eredmények, számok lettek a következményei. Rendkívül fontos eleme a mi munkánknak az, hogy ezt az eredményt egy fillér támogatás nélkül értük el, mindent saját erőből, konyhapénzből, saját energiát nem sajnálva, mindent beleraktunk a cél érdekében, ennek eredménye ez a gyönyörű siker. Igen, és hát ugye erre szokták mondani, hogy azért ez egy komoly felhatalmazás, hiszen kétharmaddal nyerni az mindig is egy jelentős eredmény. Azt nyilatkozta a célkitűzésről, hogy a hátrányos helyzetű cigány közösségek érdekében hoznak majd döntéseket elsősorban, és ugye itt a felzárkóztatás lenne a központi kérdés. Mennyire nehéz kihívás ez? Ugye ez egy szép megtiszteltetés, hogy elnök lett, viszont komoly feladatok várnak ön ebben a pozícióban. A cigányügyet nem etnicizálhatjuk. Ez egy társadalompolitikai ügy, ezért sok szereplős megoldások vannak. Nekünk elemi érdekünk, hogy a romaügyi államtitkársággal, a társadalmi esélyekért és a roma kapcsolatokért felelős államtitkársággal, annak vezetőjével, Sztojka Attila államtitkár úrral nagyon hatékony és eredményes együttműködést végezzünk. A csillagok állása annyira szerencsésen alakult, hogy most a felelősség tekintetében minden adott ahhoz, hogy jó, eredményes szakmai munkát végezzünk. Hiszen nem csak az államtitkárság állt fel szeptember 1-től, hanem a társadalmi esélyekért főigazgatóság is
egy olyan szakember irányításával végzi a munkáját, aki azonosulni tud azokkal a célkitűzésekkel, amelyeket megfogalmaztunk. És természetesen az Országos Roma Önkormányzat régi nevén szintén ennek a célkitűzéseknek megfelelő irányzatban folytatja a munkáját. Ebből kiindulva a felelősség nagyon nagy, de a számonkérés is csak minket érhet. Ezért pontosan tudjuk, mi a feladatunk, és ennek megfelelően a szakmaiság, átláthatóság, törvényesség mentén végezzük a munkánkat. Ha már a nevet említette, miért volt szükség most névváltoztatásra? Már az elején akartuk azt sugallni, hogy még a nevében is más a mi szemléletünk, hozzáállásunk, új testületünk. Viszont arra is következtetni engedtünk, hogy a cigány közösségen belül is annyira sok bolondságot, őrültséget hallottam különböző kasztokról, hogy az olácigányok nem szeretik a romungrókat, vagy kiszorítják a beásokat, a szintókat, és mi a névvel is azt akartuk bebizonyítani, hogy a romák közössége. Tehát az országos önkormányzat az egy olyan tér lesz, ahol mindenkinek helye van, és mindenki megtalálhatja a számítását. Ha akaratot találunk bennük, akkor a lehetőségek házában, az új székházban mindenki találkozhat egy-egy új kihívással. Nehéz lehet ilyenkor ugye elkezdeni egyáltalán a munkát, de gondolom, hogy valamilyen rangsor van ön előtt, hogy mik a legsürgetőbb problémák, mik a legsürgetőbb teendők, amivel kezdeni kell. Hol tart most a roma közösség? Mik azok valóban azok a legnagyobb problémák, amikkel szembe kell nézni, és amiket meg kell oldani adott esetben? A legelső a tisztánlátás. Végre látnunk kell, mi az, amit átveszünk, mi az örökségünk. A matek végét nem ismerjük, ezért levelet írtunk az államtitkár úrnak, és kértük, hogy segítsen tisztán látni, valamint segítsen ennek a megoldásában is egy közreműködő szereppel, a belügyminisztériummal közösen üljünk le, nézzük meg, mit tehetünk, hogyan mászhatunk ki ebből a kátyúból, és a közel 2,5 milliárdos adósságot hogyan tudjuk magunk előtt görgetni, hogy a működésünk is biztosítva legyen. Erre sok megoldás látszik, meglátjuk majd, hogy mindenki számára melyik lesz az az út, az a döntés, amelyben mindannyian nyertesek leszünk. Egy dolog fontos, a cigány közösség nem maradhat érdekképviselet nélkül. Ezt pontosan jól látja a nagypolitika is, ezért is örülnek az új testületnek, annak, hogy az alakuló ülésen is egyhangulag döntöttünk, szavaztunk, és már látszik az is, hogy a régi, megszokott beidegződéseket mi száműzzük a közös munkából. Ugye egy nehéz örökséget vett át, ugye erre is célzott itt az adósságot illetően, ugyanakkor a kormányzat is hangsúlyozza, hogy elvárja önöktől, hogy átláltató, elszámoltatható és törvényes keretek között működjenek. Ennek megvannak a feltételei? Hogy látja így mondjuk? Nyilván még korán van talán erre rákérdezni, első benyomások alapján mennyire fogják ezt tudni teljesíteni? Egyértelmű, hogy az elnöknek egy nagyon fontos szerepe van. Én debreceniként innen viszem a szocializációmat, az örökségemet, amit itt a vezetőimtől megtanultam, 20 éven keresztül azt tudom továbbvinni. Abban precizitás van, pontosság van, szabadság van és számonkérés van. Tehát amit én a kampány során meghirdettem, üvegházpolitikát, azt következetesen be fogom tartatni, és én magam is betartom. Az azt jelenti, hogy a hozzánk érkező lehetőségeket, forrásokat mindenki láthatja, ellenőrizheti, a döntéseinket úgy hozzuk meg, hogy arról mindenki tudhat, nem lesz asztal alatti mugyizás, és így mindenki megnyugodhat, mert látni fogják, mit kaptunk, hova tettük, milyen eredmények vannak. Na hát elnök úr, nagyon jó munkát kívánok, ehhez köszönöm szépen, annyit volt velünk. Én köszönöm a lehetőséget.